A hétfőn meghozott döntések értelmében a Magyarországon jelenleg is érvényben lévő intézkedések még egy hónapig lesznek érvényesek. Ez azt jelenti, hogy nem december 11-ig, hanem január 11-ig maradnak érvényben azok a szigorítások, amelyeket a koronavírus járvány terjedésének megfékezése, illetve lassítása érdekében hoztak meg még korábban. Továbbra is tilos este 8 és reggel 5 óra között az utcán tartózkodni. A maszkviselése zárt és nyílt téren is kötelező Magyarországon. A kávézók és az éttermek továbbra is zárva maradnak, csak elvitelre lehet ételt kérni, illetve a házhoz szállítás működik még. Továbbra is tilos a gyülekezés, valamint a szabadidős létesítmények és szálláshelyek működésére is az eddigi korlátozó szabályok vonatkoznak. A járványügyi szakemberek és tudósok mind a szigorú intézkedések fenntartását javasolták, mondta hétfőn Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Szentestét érintő korlátozásokról később döntenek. Hogy Szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében. Biztosan mondhatom azonban, hogy nem lesz kivétel december 31-én, a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani. Azt gondolom, hogy egy jó utcabálért vagy buliért nem érdemes kockára tenni mindazt, amiért hónapokon keresztül együtt dolgoztunk. A magyar miniszterelnök hozzátette, a végső megoldást a vakcina jelenti, amely most már belátható távolságban van, és amelyre már lehet regisztrálni. A vakcina.gov.hu oldalon jelezheti mindenki az oltás iránti igényét.